árnyalatokban gazdag értékrend. A ritmus egy természet adta szabályszerűség. Testi létünk legfontosabb ritmusai közé tartozik a szívverés és a légzés. Nem mesterműről van itt szó. A legnagyobb teljesítményt nyújtó szervünk a szív szünet nélkül, karbantartás nélkül, fáradhatatlanul, ritmikusan percenként 70-szer, naponta 100 000-szer, évente 36 800 000-szer dobban. Hasonló a tüdő is, amellyel percenként 16-20-szor, naponta pedig 25 900 alkalommal veszünk levegőt, majd engedjük ki azt. Ősi emberi feladat az, hogy ritmusban maradjunk. Megtanulni azt, hogy spontánok és nyitottak legyünk. Bízzuk rá magunkat az élet folyamára, ne ragadjunk le mereven a réginél, mindez életművészet. A ritmikus folyamatoknak az a különlegessége, hogy az ellentéteket hozza kapcsolatba egymással, melyek így kiegyenlítik egymást. Be- és kilégzés, alvás és ébrenlét, evés és emésztés, nyugalom és munka, mind egymás kiegészítő ellentétek. Ha felborul az egyensúly, akkor zavarok, betegségek jönnek, melyek bizonyos körülmények között drámai módon kényszerítik ki a kiegyenlítődést. Példaként az alvászavart ragadnám ki. Rendkívül komolyan kell venni. Az újszülött napi 16 órát tölt 4 órás ritmusban az alvásbirodalmában. Sok felnőtt viszont a közismert tanácsot, az éjfél előtti alvást sem veszi komolyan, és nem hisz a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozásban. Ennél egyszerűbben pedig nem tudjuk feltölteni az akunkat, amely a zökkenőmentesen működő idegrendszerhez kell. Ha gyenge az akku, akkor a különféle terhek, melyeknek ki vagyunk téve, erősen megviselik a szervezetet. Épp ezért érvényes, hogy a megelőzés sokkal okosabb és egyszerűbb, mint a gyógyuláshoz vezető hosszú út. Elizabeth Lukács fogalmazza meg gondolatait a megelőzéssel és a gyógyulással kapcsolatos teendőkről. Elizabeth Lukács. A ritmusról beszéltünk, amely akkor törik meg, ha valamelyik ellenpólus dominálni kezd. Kapcsolódva a legutóbbi példához, mint amikor napokon át túl sokáig vagyunk ébren, és túl keveset alszunk. Nos, az egyoldalú táplálkozás nem könnyen emészthető, lelki értelemben véve sem, mert a rugalmasságunkat csorbítja. Aki csak a számítógép előtt kuksol, vagy csak a játék automatánál lóg, aki már csak társaságban érzi jól magát, stb., az egyoldalúan megragad valamiben,
és magában hordozza a függés lehetőségét, mely vészesen elterebélyesedhet. Szellemi értelemben is igaz ez, vagyis az értelemre és az értékek érzékelésére is előnytelenül hat az egyoldalúság és a beszükülés. Normális, hogy mi, emberek különböző értékrendeket alakítunk ki. Sok minden lényeges az életünkben. A munka értéke is létezik, de remélhetőleg nem csak a munkáé. A család értéke is létezik, de remélhetőleg nem csak a családé. Ott vannak még a barátok, a művészet, a természet, a sport, az utazás és egyéb speciális érdeklődések. Természetesen egyszerre csak egy értékhez kapcsolódó területtel tudunk foglalkozni, és ez teljesen rendben is van. Ha az ember a család tagjaival van együtt, akkor nekik kell szentelnie magát, és nem a munkahelyi problémák körül forognia. Ha kint vagyunk a természetben, akkor a madarak csivitelését hallgassuk, és ne a gyerek iskolai ügyein gondolkozzunk. A modern multitasking inkább a szétszórtság és a félig meddig állapot jelszava, mint sem a kognitív fejlődésé. Minden esetre fontos, hogy a különböző értékekhez kapcsolódó területek között ingázzunk, és közben szellemileg teljesen jelen legyünk. Egyszer a munkánál, egyszer a gyerekekkel közös játéknál, máskor a kirándulásnál, megint máskor az olvasásnál, és így tovább. Az egyoldalú értékrendű emberek nem ismerik ezt az ingázást. Számukra egyetlen érték áll legfelül az összes érték csúcsán, és minden mást ennek vetnek alá. Emiatt görcsössé válik az életmódjuk, mert mindent mereven ehhez az egyetlen legfőbb értékhez igazítanak, melyet látszólag folyamatosan kiszolgálnak és erősítenek. A workaholic, a munkamániás megszállottja annak a gondolatnak, hogy még többet, még hatékonyabban dolgozzon. A párkapcsolat, a pihenés, az egészség háttérbe szorul. A politikai és vallási fanatikus megszállottja annak a gondolatnak, hogy pártja vagy vallása áttörően eredményes legyen, és ezért holttesteken gázol keresztül, beleértve a sajátját is. A családi tyúkanyóka, aki a családjában teljesedik ki egészen, állandóan a férje és gyermekei körül forog, és elmulasztja, hogy valamennyire saját élete is legyen. Látjuk, hogy az egyoldalú értékrendű embereknél hiányzik a rugalmasság, és ezért nő a kényszeresség, de nem csak az. A félelem beslisszol hozzájuk a hátsó ajtón. A félelem attól,
hogy az egyetlen legfőbb érték megsérülhet, vagy akár el is veszhet. Igen, mi lenne akkor? Akkor a puszta kétségbe esésbe zuhannának, mert semmi nem lenne, ami megtartaná és megvédené őket a semmibe történő szabad eséstől. Képzeljük el, hogy egy munkamániás nyugdíjba megy, vagy egy politikában aktív embert megfosztanak a tisztségeitől. Képzeljük el, hogy a csak anya hirtelen üres fészket talál, mert a gyermekei kirepültek, elköltöztek. Nem csak a túl sok robotolás kínozza meg a lelket, hanem az értékek hiánya is. Az üresség, a céltalanság és a feleslegesség, illetve a nincs már rám szükség érzése is megmérgezi az ember jó közérzetét és aláássa az erejét. Néha az értékvákum akár nagyobb rossz is lehet, mint az értékek túlzott jelenléte, amelynek már nem tudunk megfelelni. Az érték túlzott jelenléte csak annyit kíván meg tőlünk, hogy jól tudjunk struktúrálni, és tiszta prioritásokat állítsunk fel. Ezzel szemben az értékvákum, ha lehúzott minket az örvény, terápiás intézkedéseket tesz szükségessé, hogy az örvény farvizén elterebélyesedő depressziót legyőzzük. Beszéljünk egyértelműen. Mindent el lehet veszíteni. Minden földi értéket egy kis időre kapunk kölcsönbe, és valamikor mindegyik visszasüllyed a történelem homokjába. A fiatalságunk elillan, a munkaerőnk ellankad, tulajdonaink másra szállnak, szeretett személyek elhagynak minket, meghalnak, korábban vagy később, mint mi magunk, címeink és tisztségeink múló dolgok. Fájjon annak, aki egy értékbe kapaszkodik, és nem tudja azt elengedni. Életének ezen egy értékén áll vagy borul, a lelki stabilitásának kártyavára. Mennyivel jobb dolguk van azon szerencséseknek, akik gazdag értékrendet mondhatnak magukénak, akiknek van gyakorlatuk abban, hogy néha máshová helyezzék a hangsúlyokat, valamint figyelmesen és odaadóan lavírozzanak az értékeik között. Munkaidőben a munkájuknak szentelik magukat. Szeretteik körében az emberi találkozásoknak, barkácsolásnál a kreativitásuknak, zenehallgatás közben pedig a hangok fellegében repkednek. És amikor egyes értékeket képtelenség kibontakoztatni, mert betegek lesznek, vagy munkaképtelenek, esetleg megsüketülnek, és nem tudják már befogadni a zenét, akkor is megmaradnak számukra a szép kapcsolatok és a barkácsolás gyümölcsöző percei.
A lelki stabilitásukból nem lehet olyan könnyen kibillenteni őket, az elmúlástól való félelem nem gyülemlik fel bennük annyira, hogy depressziót okozna. Igaznak tűnik az a bölcs mondat, miszerint azok az értékek, melyekhez tartjuk magunkat, tartanak meg minket. Éppen olyankor, amikor egzisztenciális gondjaink vannak, vagy nehéz búcsukat, illetve veszteségeket élünk meg, akkor a megmaradt értékekhez való kötődés tart fenn a vizen. Egyoldalú és szegényes értékrendnél nem marad már más érték, és így kétségbe esik az érintett. Emlékszem egy 40 éves férfira, akire lábamputáció várt, és vigasztalhatatlan volt. Édesanyja megkért rá, hogy a műtét előtti estén beszéljek vele. Mivel én nem voltam még hasonló helyzetben, óvakodtam attól, hogy olcsó érvekkel bátorítsam. Csak azt tudja átérezni a fájdalmát, aki maga is volt hasonló helyzetben. Szigorúan az igazsághoz tartottam magam, habár az igazságnak sok arca van. Valóban megmenti az amputáció az életét? Kérdeztem a férfit. Tényleg meghalna enélkül a borzalmas beavatkozás nélkül? Igen, bólintott. Az orvosoknak nincs más választásuk. Ez azt jelenti, egészítettem ki, hogy az ön földi órája gyakorlatilag lejárt. Egy másik évszázadban, vagy akár most, de egy másik országban ki lenne szolgáltatva a halálnak. Most úgy adódik, hogy az életét meg lehet menteni, és újra megkapja ajándékként. Igaz, hogy nem az eddigi formában. Az új élet, melyet ajándékba kap, egy lábprotézissel járó élet, ez a túlélés feltétele. A paciens felfigyelt. Így is ki lehet fejezni, sóhajtotta. Igen, folytattam. Nézzük csak meg, mit adhat még önnek ez az új élet. Mi volt fontos és értékes önnek az eddigi életében? Építész vagyok. Ezen belül olyan hidak tervezésére szakosodtam, amelyek kibírják az árvizet. A technika és az építészet érdekel. Komplex tervezésre alkalmas grafikus programokat fejlesztek. Izgalmasnak hangzik, mondtam én. És mi más értékes volt még az eddigi életében? Lelkes színház látogató vagyok, számolt be a férfi. Ha valahol ünnepi játékokat rendeznek, én ott vagyok. A barátnőm színésznő, és sokat vendégszerepel külföldön. Ha itthon van, akkor éjszakákon át beszélgetünk modern színdarabokról.
Ha eltérő véleményen is vagyunk, ez a szenvedély nagyon összeköt minket. Több is összeköti még önöket? Kérdeztem csendben, és ismét bólintott. Szeretem. Foglaljuk akkor össze, mosolyogtam rá. Holnap új életet kap ajándékba. Igaz, egy keserű, korláttal járó életet, mely viszont nem érinti a felsorolt értékeit. Egy lábbal is tud hidakat tervezni, grafikai programot fejleszteni, színházba menni, vagy a barátnőjének kimutatni a szeretetét. Új élet lesz az ismerős értékekkel. Tudja, ez a nézőpont valóban segít nekem, vágott a szavamba. Amikor holnap altatásra visznek, erre gondolok majd, hogy életmentő beavatkozásra megyek. Köszönöm a tanácsát. A férfi túljutott a borzalmas sokkon, és ezt a sokszínű értékrendjének köszönhette. Ha csak egy érték jelentett volna neki valamit, ráadásul egy olyan, melynek elvesztésével tisztában volt, például a kerékpározás, akkor összehasonlíthatatlanul rosszabb lett volna a történet kifutása. Ennyiben a szorongás a kétségbeesés anyja. A túl erős szorongás, hogy bizonyos valaminek vagy valakinek búcsút kell mondanunk, azzal a mottóval, enélkül vagy nélküled nem tudok élni. Okozza a túl nagy kétségbe esést olyankor, amikor valóban közeledik a búcsú. Egészen az öngyilkosságig. Azzal a felkiáltással, hogy most már nincs értelme az életemnek. Jegyezzük meg. Értékeinket ápolni kell. Időről időre kifényesíteni, de nem szabad őket az égig magasztalni, mert itt, a földön, ezek jelentik számunkra a megtartó erőt, a biztonsági hálót.